percben megkaptuk a 11-est ugye ellenünk, és hát sajnos a piros lapot is, és ezzel ember hátrányba kerültünk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon meghatározta ugye a meccs végkimenetét. Sajnos ugye elvesztettük 3-0-ra, nem volt egyszerű 70 percig ugye ember hátrányba játszani. Negyedik pozícióba kezdtem, mint ahogy az elmúlt hetekben is játszottam, és hát sajnos a kiállítás miatt ki kellett mennem ugye a szélre, de nyilatkoztam ugye már többször is, hogy igazából teljesen mindegy, hogy melyik poszton játszom. Lényeg az, hogy a pályán legyek, és tudjam segíteni a csapatot. Én igazából úgy állok hozzá, hogy a következő hetekben tényleg pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz, és úgy gondolom, hogyha például a következő meccset már megnyerjük, akkor, ami ugye nagyon fontos lesz a számunkra a Hertha ellen, akkor úgy gondolom, hogy elindultunk felfelé a tabellán. Minden meccsre ugyanúgy készülök, úgyhogy azt tudjuk nagyon jól, hogy egy nagyon fontos mérkőzés lesz a csapat szempontjából. Ugye az, hogy a Pali ott lesz a másik kispadon, ez meccs közben úgy gondolom, hogy nem fog nagyobb motivációt jelenteni. Természetesen én próbálok a saját dolgomra koncentrálni, és ugyanúgy készülök, mint bármelyik másik mérkőzésre. Nyilván azért már ott van az én fejemben is, és úgy gondolom, hogy a többiek fejében is az, hogy hamarosan egy szintén nagyon, nagyon fontos mérkőzés lesz a válogatott szempontjából. Hát biztos vagyok benne, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. Tudjuk azt, hogy ugye a görögök nagyon erős játékerőt képviselnek. Most az eredmények nem azt mutatják, hogy odaérhetnek még a csoport első két helyére, de úgy gondolom, hogyha ezt a meccset legalább egy X-re hozzuk, akkor úgy gondolom, hogy őket talán már úgymond el lehet felejteni, és lehet a többi csapatra koncentrálni, vagyis inkább majd a saját játékunkra, de talán akkor így egy ellenfelet el tudnánk felejteni, úgymond.